sokkal kevesebb a szexista beszólás, sokkal kevesebb a kisasszonyozás, meg a jaj, maga milyen kis kedves fiatal jellegű kommentek. Egyenjogúság. Csodálatos brüsszeli köd. Az időjárás ilyenkor Brüsszelben borzalmas. Hideg van, állandóan esik az eső, vagy ha nem, akkor pedig köd van, korán sötétedik, vagyis pont olyan, mint most Magyarországon. Ezen a folyosón kb. Minden nap elmegyek, itt van az irodánk, és arra van frakcióterem. Came here earlier and now I'm running to a taping in the Voxbox. A magyar politikához képest nagyon kellemes meglepetés volt először bejönni a frakcióterembe. Nagyon sok fiatal női képviselő van itt nálunk a liberálisoknál. Egy jó dinamika is az, hogy lelkes emberek, friss motiváció. Szóval ez egy szuper csapat. Például akivel az előbb találkoztam, Svenja Hahn, őt még a 20-as éveiben járt, amikor megválasztották, egy német képviselőnő, és például ő mesterséges intelligencia szabályozásával foglalkozik. Egy olyan családban nőttem fel, ahol nem tudtam például, hogy mit jelent az, hogy egy munka az egy női szakma, vagy hogy nőként nekem mi lenne a feladatom. Ez egy EP képviselő iroda, így konkrétan az enyém. Engem teljesen ugyanúgy kezeltek, mint az öcsémet, egészen kisgyerekkorunktól kezdve, és én az orvosi egyetemen hallottam először arról, hogy vannak olyan pályák, amiket ugye elvileg nőknek nem kéne betölteni. Ezt mai napig sem értem, hogy miért. A Frida Kahlo kép, a Vénusz szimbólum, meg talán még más üzenetek is azért alapvetően a női jogok melletti kiállást mutatják. Szörnyű az, hogy ilyen mértékben diszkrimináljuk a saját lakosságunkat, és hogy milyen sok tehetséget elvesztünk ennek köszönhetően. Csomó nő egészen brilliáns ortopéd sebész lenne, és az is lehet, hogy egy csomó férfi iszonyatosan jó gyermekgondozó egy óvodában. De a nemi szerepek miatt egyszerűen nehézségbe ütköznek, amikor olyan pályákat akarnak választani, amik nem a klasszikusan nekik megszabott karrierutak, és ez mindenkinek veszteség. Hi, Veronik! Akivel most találkoztunk, ő Veronique Trillet-Lenoir, ő egy francia képviselő asszony, akinek amúgy az eredeti szakmája onkológus professzor, és hát a Covid alatt valami elképesztő munkát végzett, tényleg az Európai Egészségügyi Uniónak a megteremtése, megalapozásán, a Covid elleni védekezésben. Have a very good day! Nice. Annyira szuper volt egy ilyen komoly szakértelemmel rendelkező embert látni, megnyilvánulni ezekben a kérdésekben. Ugye én is orvos vagyok, de hát ő egy ilyen óriási nagy szakmai szaktekintély. Itt mellettem az Európai Parlament eddigi elnökeinek a képei vannak kint a falon. És hogyha megnézitek jobban, igazából csak kettő nő van kint. Simone Veil és Nicole Fontaine. Simone Veil, ő volt az Európai Parlament első női elnöke, ő egy francia politikus, és az ő emlékét ápolva nevezte el a frakciónk a Renew Europe Simone Veil paktumnak a női jogokért való kiállásának az alapdokumentumát, és ebben gyűjtjük össze azokat a progresszív intézkedéseket, amiket a nemek közötti egyenlőség érdekében szeretnénk itt tenni Európában. Ezek közé tartozik az egyenjogú a munkában. Nemtől függetlenül bárki egyenlő eséllyel indulhasson egy adott pozícióért, akár a közszolgálatban, akár vállalatnál, és ugyanannyi fizetséget is kapjon érte. Biztosítsuk az egyensúlyt a karrier és a családi élet között. Nemtől függetlenül bármely szülő elmehessen szülési szabadságra. Büntessük szigorúan a nők elleni erőszakot. Előzzük meg a zaklatást, az utcákon és az online térben is. Készítsük fel a hatóságokat az ilyen esetekre, és legyen egy segélyhívószám. Legyen biztonságosan elérhető a nők számára a fogamzásgátlás és az abortusz. A népesség arányainak megfelelően legyenek képviselve a nők az európai intézményekben. Egy valaki nagyon hiányzik innen, Roberta Metsola, akivel amúgy az előbb találkoztunk, ő a parlament mostani elnöke. I had just visited an exhibition and now I'm going to the ITRA committee. How are you? Egy fiatal máltai képviselőnő, és ő amúgy az Európai Parlament történetének legfiatalabb elnöke. Ha majd lesz végre frissítés a falon, akkor szerintem ő valóban ide fog kerülni. A néppárti Roberta Metsolát 2022. januárjában választotta meg elnökének hatalmas többséggel az Európai Parlament. A máltai jogász épp aznap lett 43 éves. Már csaknem 20 éve dolgozik Brüsszelben, és nyíltan küzd azért, hogy az Európai Parlament példát mutathasson a nők képviseletében.
Az Európai Parlament legelső ciklusában a képviselők nagyjából hatoda volt csak női politikus. De mára ez a szám jelentősen megugrott. A 705 fős parlament csaknem 40%-a nőkből áll. De ehhez a növekedéshez többek között az is kellett, hogy 11 ország női kvótát vezessen be. A tagállamok között Magyarország ebből a szempontból a középmezőnyben van. Arányaiban 2019-ben Svédország küldte a legtöbb női képviselőt az Európai Parlamentbe, Ciprusból pedig kizárólag férfiak érkeztek. A magyar parlamentben persze elég más a helyzet, nincs 14% sem a női képviselők aránya, a Fidesz-KDNP frakciójában pedig mindössze 10%. Frakciónk a Renew Europe, vagyis a Megújuló Európa a harmadik legnagyobb az Európai Parlamentben. Azon dolgozunk, hogy egész Európában hatékonyan mozdítsuk előre, többek között az esélyegyenlőséget. Nagyon büszke vagyok arra, hogy európai vagyok. Ugyanakkor azt is látom, hogy Európának meg kell újulnia, meg kell változnia egy kicsit. És a frakcióban is pont ezért küzdünk. Vannak olyan reformok, amelyek nagyon régóta időszerűek, és mégsem hoztuk még meg őket. Ez mondjuk például a női jogoknak a védelme. Diversity is of course a strength of the EU. And it's amazing to have so many cultures living next to each other, so many languages. But there is one thing where we should not have diversity at, and that's rights. There should not be a diversity of rights. Teljesen abszurd az, hogy más jogok és más szabályok vonatkoznak európai állampolgárokra, függően attól, hogy hol élnek. Fontos lenne az, hogy például a női jogokat Európa szerte ugyanarra a szintre hozzuk, hogy európai szintre tudjuk ratifikálni az isztambuli egyezményt. And we are still being asked at job interviews about our plans to have children. I was as well. Annyira érdekes megfigyelni ezt a kettős mércét, amivel a női és a férfi politikusokat méri még sokszor a mai napig a média, akár Magyarországon, akár máshol. Például egy női politikustól folyamatosan kérdezgetik azt, hogy a családalapítási terveivel mi a helyzet, hogyan látja el a gyerekét, mennyi időt van otthon, olyan kérdéseket, amit egy férfinak soha az életben nem tesznek fel. Szerintem az például egy óriási különbség, hogy milyen jellegű támadásokat kapnak a médiában a női politikusok és a férfi politikusok. Tényleg az a mértékű zaklatás, ami egy nőre rázódul, az nem összemérhető azzal, amit egy férfi kap. Rendszeresen kapok olyan üzeneteket, amelyben arról beszélnek, hogy engem meg kéne erőszakolni, engem meg kéne verni, az emberek a nemi szervüket küldik el fényképen, a külsőmet kommentálják megállás nélkül. Tényleg azért ez szerintem sokszor brutális. Persze ez a velejárója a munkáknak valamennyire, és én már megtanultam ezt kezelni. Hogyha valaki csak felmegy egy oldalra, és megnézi a kommenteket, amiket kap egy-egy politikus, általában amúgy nem is valódi emberektől, ilyen troll profiloktól, nem tudom, hogy ez valakinek meghozta a kedvét ahhoz, hogy politikában vegyen részt. Pedig amúgy ez egy olyan szép műfaj. És olyan nagy szükség lenne arra, hogy minél több nő legyen a döntéshozói asztal mellett, a női perspektívát be kell hozni a jogalkotásba, és csak így tudjuk jól képviselni az állampolgáraink összességét. Mert a helyreállítási program nyilvános tervében egyetlen egyszer szerepel az a szó, hogy nő. Úgy, hogy szülőképes korú nők. Na most szülőképes korú nőként én elmondhatom önöknek, hogy nevetséges, hogy ennyi gondolata van ennek a kormánynak az ország feléről. Nekünk Magyarországon is nagyon sok teendőnk van még ebben a témában. Itt Brüsszelben sokkal kevésbé érzem ezt. Persze itt is nyilván fiatal nőként ezerszer többet kell dolgozni ugyanazért az előrelépési lehetőségért, mint egy férfinak, de azért sokkal kevesebb a szexista beszólás, sokkal kevesebb a kisasszonyozás, meg a jaj maga milyen kis kedves fiatal jellegű kommentek, amiket azért Magyarországon még úgy is kapok, hogy most már igazából annyira fiatal sem vagyok. Ránk fordította az ágyút, és ordítok. Gyakorlatilag szembe néztem az ágyúval, és ordítottam neki, hogy hát nem hiszem el, hogy kilősz. Itt állt a tank. És akkor így a puskáját így váltogatta, hogy minket lőjön szét, vagy a szomszéd épületet. Ha érdekel titeket a háború valósága, ami nem az, ami a propagandából ömlik, akkor kövessétek figyelemmel a Cseh jelentés következő adását.